Szeretettel köszöntök mindenkit, Kaposvárról jelentkezünk, a Kaposvári Jégcsarnokból vendégeim, Gangsta Döglés Zoli. Szerbusz, üdvözöllek. És Knézi Jenő. Jó napot, jó szurkolást kívánok, kedves nézők! Mindkét vendégünk jártas a Honi Jégkorong Sport berkeiben, ahol most a Kaposvári Sportiskola U8-as korosztályáról lesz szó. Ement egy teljes szezon, a gyerekek sok sikert arattak, de természetesen voltak vesztes mérkőzések is, ezekből láthatunk most egy kis összeállítást. Zoli, ha végignézel ezeken a gyerekeken, mi jut először eszedbe? Jégen az ország kedvenc csapata. Ezt nektek is látni kell. Öröm ez hallani egy elhivatott hoki rajongótól. Közben természetesen a már említett csapatról láthatunk néhány szezon során megörökített pillanatot. Hát ez óriási. Természetesen ne felejtsük el, hogy Knézi Jenő is több jégkorong mérkőzést közvetített már végig, tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy szakmailag megállja a helyét, amit ön mond. Nézd már oda, beszarás, hát ilyet ez föl kéne venni, gyerekek. Na de kedves Jenő, ha lehet, tartózkodjunk az obszén megnyilvánulásoktól. Persze általán a gyerekeket teljesen érthető, ha szakkommentátor kollégám elveszíti a fejét menet közben. Zoli, az a hír járja, hogy a következő szezonban te teljesen a kasi utánpótlás színeiben játszó gyerekekre szeretnék koncentrálni, azaz minden soron következő meccsre vagy tornára kilátogatsz, ahol a kasi szerepel. Hát kérlek tisztelettel, most jön egy olyan mérkőzés, amire talán egész életemben vártam. Nézzük el Zoli kicsit túláradó érzelem kitöréseit, ez azt hiszem betudható a közvetítésben látottaknak. Mit üzennél most ebben a felfokozott állapotban a kasi következő ellenfelének? Leszkessék Kanada, jönnek a hunok. Nem lennék a helyetekbe. Amennyiben információim igazak, a kanadai válogatott lemondta az előre kiírt edzőmeccset, miután megnézik a gyerekekről készült felvételeket. Jenő, több internetes portálon és televíziós közvetítés alkalmával adtál hangot kérdéseidnek a kasi szakmai stábjának munkájával kapcsolatban. Mik voltak ezek pontosan? Mit csinált ezzel a csapattal? Hogy hozta őket össze? Hogy rakta össze a csapatjátékot apró részletekből? Hogy hitette el velük, hogy nyerni lehet? Nos, azt hiszem nem csak az ország, de egy egész világ kíváncsi erre, de talán maguk az edzők sincsenek ezzel teljesen tisztában, hogy miként is sikerült ilyen magas szinten ezt a szezont teljesíteni. Több szurkolói oldal, szakmai szervezetek kérték már, de hogy az egyik legismertebb kérésekre szakosodott szervezet vezetőit említsem, csak Dévényi Tibi bácsi is indítványozta már, hogy szeretnék látni, ahogy Gangsta Zoli egy edzés keretein belül megküzd a Kaposvári Sportiskola kiválóságaival. Nos, azt hiszem, itt most ez lehetővé tudjuk tenni. Hát kérem szépen, lehet, hogy itt sporttörténelmet látunk a mai napon. Abba hagyom a hokit, kész vége. Az a kedves néző, ilyet még nem láttam, hát menekül a riportalanyunk. Hova megy? Menekül a riportalany! Hát nem, visszafelé megy a gyerek, hát én beszarok, hát ilyet! Kedves nézőink, mivel az egyik szakkommentátor kollégánk elmenekült a helyszínről, sajnos riportunkat is be kell fejeznünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük az egész szíves szurkolást, és kérjük, a következő szezonban is látogassanak el a kasi jégkorong szakosztályának mérkőzéseire is, hasonló lelkesedéssel, hasonló odaadással, mint ahogy ezt az idei évadban is tették. Köszönjük a gyerekeknek, az edzőknek, és természetesen a lelkes szurkolóknak az egész évben mutatott hozzáállást. Csordás András, Kaposvár, 2016-17-es szezon.